azt hihetnénk, hogy az égigérő passzú és az óriás tökből faragott hindú csak a mesékben létezik, de vajon akkor ő micsoda? Az egész kertet elborítják az indák, ez egy növényhez tartozik? Igen, ez ennek az egy nagy töknek az összes levele is indája. 6 évvel ezelőtt hazaköltöztem Ausztráliából, és akkor hoztam magammal ilyen óriás tök magokat, és itt a nagypapámnak a kertjébe eldobtam ezeket a magokat, és elkezdtek így nőni, aztán egyszer csak lett belőle egy ilyen nagy sárga tök. Nagyon sokan járkáltak itt a kerítés mellett, és mindenki nézegette ezt a nagy sárga tököt, és mondták, hogy műanyagból van, meg így, meg úgy, és az egyik hétvégén lett egy tökfesztivál Rácalmáson, és szombaton elvittem ezt a tököt, és egyből meg is nyertem vele az ottani tök királyi címet. Ez volt 6 évvel ezelőtt pontosan, az még csak 42 kilós volt ez a tök, és elkezdtem gondolkodni rajta, hogy hogy lehet ezeket minden nagyobbra növeszteni, és felfedeztem, hogy ezzel a világon több ponton is foglalkoznak, úgyhogy felvettem a kapcsolatot ilyen termesztőkkel, akik ezeket a magokat keresztezik. Ezekből a tökökből a világrekord az 1200 kiló, ahhoz képest Panka az még kis cipőben jár, ő körülbelül 400 valahány kiló jelen pillanatban. Éppen a napokban fedeztem fel, hogy nagy valószínűségen ebben az évben már japánokat is megelőzzük, mert 413,5 kiló Japánban a rekord. Ezt a tököt egy KCR-es darúval fogjuk kiemelni, egy 7 méteres ilyen gém ide be fog nyúlni és felemeli a teherautóra, és ezzel visszük majd Martonvásárba október 10-én az országos óriás tökmérő versenyre. Ezt a fiú virágot kell lehéjazni, és ugye tele van virágporral, és itt van például egy kis lányvirág kezdemény, még nincsen kinyílva. Az a tököcske, amit az előbb láttatok, ez egy ekkora kis gübücsből van, és ez 70 nap alatt nő meg ilyen gyorsan, és van, amikor egy napi 20 kilót is képes növekedni. Miután nincsen rájuk szükség, akkor általában valami állatok megeszik. Volt már, hogy megették Budapesten az állatkertben az elefántok. Csináltunk már belőlük tök csónakot is, itt a Velencei tón volt egy ilyen tök regatta. Ráraktunk egy elektromos motort, és akkor ilyenkor felöltözünk ilyen kalózkalapba, meg ki mivel akar rózsaszín flamingóba. Hogyha ki van vágva például itt a héja, itt a tetején, ugye akkor ebbe így teljesen bele lehet ülni, mert van benne egy akkora légbuborék, és a felhajtó ereje is nagyon nagy, úgyhogy például ez a tök egy 100 kilós embert nagy biztonsággal lehet benne így kicsit evickélni. És az íze milyen egy ilyen töknek? Nem versenyzik egy nagy dobos sütőtökkel, azt kell, hogy mondjam. Én már csináltam belőlük levest, hát annyira azért nem finom. Foglalkozol óriás tök termesztéssel? Igazából megfertőződtem, és kertterésből, saját magam miatt abszolút. Több dolog, tehát az egyik az, hogy látványos a növekedés, érdemes kijönni a kertbe foglalkozni vele, mert szépek. A tavalyi év volt olyan, hogy az első tök, amikor elérte az 50-60 kilót, akkor legugoltam és puszígattam a tököt. És lelki megnyugvás is, hogy így este kijövök, körülnézek, kikapcsolok, megnézegettem nekem, minden rendben. Mi lesz neki a sorsa? Ez azért van már utánfutón, mert édesanyám megkért, hogy mivel a kertünkbe termett, akkor vigyem el hozzá, és az ő udvarát fogja díszíteni. És mennyi ideig lesz ő egy ilyen jó kis dísz? Hát egy-két hétig szerintem, úgy gondolom, és akkor jönnek az ismerősök, barátnők, és akkor meg tudja mutatni, hogy a kisfiának milyen szép óriás töke van.